Jó napot kívánok, kedves televíziónézők! A mai beszélgetésünkön Trianon emlékezete lesz a téma. Meghívott vendégeink, kezdem először is dr. Bene Jánossal, nyugalmazott címzetes igazgatója a Józsa András Múzeumnak, illetve Gottfried Barna, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa. Engem Drabanc Robertnek hívnak, és a Nyíregyházi Egyetem oktatója vagyok. Az, hogy emlékeznünk kell, és hogy az emlékezünk a 20. században, az már egy ilyen teljesen szokványos folyamat. Alapvetően azt persze tudjuk, hogy emlékezni nehéz, sőt fájdalmas dolog. Az emlékek felidézése nem mindig jó, és nem mindig pozitív érzelmeket váltanak ki bennünk, úgyhogy a másik nagyon fontos eleme az emlékezésnek az mindig a felejtés. Hogyha Trianonról beszélünk, akkor általában elmondhatjuk, hogy ez a kettő, az emlék és a felejtés, vagy az emlékezés és a felejtés együtt jelenik meg a magyar közvéleményben, amíg a két háború közötti időszakban alapvetően ugye a emlékezés, pontosabban a tetterő, a dinamizmus volt a jellemző, addig a II. Világháború után döntően inkább a, hogy egy kicsit legyünk ilyen tudományosak, a dekonstrukciója volt az információnak, a felejtés volt a meghatározó. Napjainkban már rengeteg irodalom már a rendelkezésünkre, források, feldolgozások, amely is úgy tűnik, hogy a témát most már egész jól látjuk, hogy mi is történt ott a 20. század elején, ott a 19. század végén, 20. század elején. Azt kérdezném először is akkor a beszélgetés résztvevőit el, hogy ha belépünk abba a térbe, amit első világháborúnak hívunk, milyen hadi célokkal vívták meg a hadviselő felek ezt a háborút? Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, minden tévénézőt. A kérdésre adott választ rendkívül le tudom egyszerűsíteni. Középiskolai tanulmányaim jutnak eszembe, ami ugye még az Átkosban volt, és valami háborús okokként úgy fogalmaztak a tankönyvek, hogy a világ erőforrásainak újra elosztásának igénye egyik oldalról, a másik oldalról pedig ezeknek az erőforrásoknak a megtartása. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb okozója a nagy háború kirobbanásának, az ma is ezek köré, a gondolatok és fogalmak köré szervezhető, tehát egy rendkívül dinamikusan fejlődő új nagyhatalom, amely betört a már elosztott térbe, itt Németországról van szó, a német birodalomról, a német császárságról, másik oldalon pedig azok a hatalmak, amelyek befejezetnek tekintették a világ javainak, erőforrásainak felosztását, és nem kívántak azon módosítani. Na most mindemellett nyilvánvalóan vannak apróbb okok, ürügyek. Hogyha az osztrák-magyar monarchiát nézzük, kvázi nagyhatalom, a német birodalom szövetségese, akkor a Balkánra kell gondolnunk, ahol ugye folyamatosan, bár volt egy néhány évtized, amikor a szerb állammal normalizálódtak a viszonyok, de ez a 20. század elején megint megfordul. A monarchia a Balkánon próbálta meg visszaszorítani Szerbiát, és Szerbiával együtt az orosz befolyást leginkább. Más katonai, politikai, gazdasági célja az osztrák-magyar monarchiának gyakorlatilag nem nagyon volt. Francia oldalról megint egy ilyen idézőjelbe tett apró ok, ugye ez a Lotaringia, amit néhány évtizeddel azelőtt visszaszerzése, amit néhány évtizeddel azelőtt veszítettek el. Tehát lehetne sorolni ezeket az apróságokat, de a legfőbb ok szerintem az, amit én valamikor középiskolában tanultam. Én azt hagyd kérdezzem már meg azért, Barna, maradjunk akkor így, hogy csehek. Tehát a csehek, ugye mert ez külső okok voltak itt elsősorban, amik elhangzottak, de hogy így belülről az osztrák-magyar monarchián belül is megfogalmazódnak háborús célok, ott például a cseheknek milyen szerepe lehet ebben a dologban? Ez nagyon érdekes, mert ugye eleve ugye a csehekkel mi egy hadseregben, egy táborban szolgáltunk, de nyilvánvaló, hogy a cseh
politikának, a monarchia megreformálására való törekvése, és annak az elutasítása leginkább magyar részről, illetve ezt követően az önálló cseh állam, a csehszlovák állam megteremtése nyilvánvalóan politikai céllá vált a háború folyamán, és hosszan lehetne elemezni azt is, hogy mondjuk a cseh ezredek fegyvernemtől eltekintve hogyan oldották meg ezt a problémát az osztrák-magyar közös hadsereg keretein belül. Tehát nyilvánvalóan, hogy létezett ez a cél, létezett a monarchia felbomlasztásának szándéka az emigránsebb politikusok részéről, azonban azt hiszem 1918 áprilisában jut el igazán arra a pontra, amikor azt mondják rá az antant hatalmak, hogy igen, tehát már nem számolunk a monarchiával, hanem jöhetnek az utódállamok, jöhetnek a nemzetiségek. Igen, ez a 18 április 26, ez a bizonyos időpont, amikor megjelenik, de azt hozzá kell tennünk, hogy a cseh hivatalos politika még ekkor is a föderatív átalakulásnál van, és persze tudom, Beneš, Masaryk pedig ekkor már őt a szeparatista elképzelésekkel lépnek fel. Akkor egy kérdésem, hogy legyen már a hadi helyzettel kapcsolatban. Hogy állunk 1918-ban? Hogy áll a monarchia ebben a háborúban? Csehül. Csehül, hogy kötődjünk ehhez a dologhoz. Így van, hiszen 18-ban eléggé letisztulnak a dolgok, hiszen 18 tavaszán, márciusban Brest-Litovszki békével ugye egy nagy birodalom kiesik, ugye az Oroszország, vagy most már nevezhetjük ugye a lenini bolsevik államnak. Tulajdonképpen az osztrák-magyar hadsereg egy csomó helyen már csak mint megszálló és terménybegyűjtő tevékenykedik, hiszen ugye Oroszország kiesik, Ukrajna tulajdonképpen kiesik, Románia a békével kiesik, Szerbia kiesik, tulajdonképpen Szerbiában, Montenegro, Albániában szintén megszálló alakulatok vannak. Marad egy front, mégpedig a mi szempontunkból a dél-nyugati front, az olasz front. Itt viszont úgy gondolják a monarchia hadvezetői, hogy itt kellene egy nagyon látványos támadást, ami sok szempontból jó lenne, hiszen ugye csak nyilván, hogy ennek megvannak a feltételei, mert ott össze lehetne szedni az összes katonát, azt jól el lehetne látni a maradék kevés élelmiszerrel, oda lehetne összpontosítani a tüzérséget, és tulajdonképpen ez kapcsolódhatna a német hadi célokhoz is, hogy ugye a németek pedig az antanttal összecsapjanak. Indul is egy támadás 1918 júniusában, ugye a monarchia részéről, a front teljes szélességében június 21-én, de azt is tudjuk, hogy ez, vagy 15-én, de azt is tudjuk, hogy ez 20-ára ki is fullad, hiszen gránát nincs elegendő, élelmiszer nincs elegendő, sok visszaemlékezésben le is írják, hogy tulajdonképpen azért megy a katona olyan nagy lelkesedéssel előre, hogy a piave túloldalán élelmet talál. Egyébként ezt tudom is, mert ezt leírja az 5-ös kassé 20.000 története, hogy végre jól laktak, és nem is akartak volna elmenni, mikor megjött a parancs a visszavonulásra, először felpakolták az élelmiszert, és azt is visszahozzák. De ugye végül is tulajdonképpen itt ez az úgynevezett második piavei csata összeomlik. És ki is derül az, hogy tulajdonképpen a monarchia nem képes többet erős ellentámadás, vagy egyáltalán támadás intani sehol, tulajdonképpen meg vannak számlálva a napjai, és ezt aztán a antant nagyon szépen ki is használja, hiszen 18 nyarán már megjelennek a brit, és megjelennek a brit és francia csapatok is a monarchia alakulataival szembe, és ugye ennek csak a befejezés és tulajdonképpen az összeomlás az, amikor a 18. október 24-én, pont egy évvel a Caporettói győztes osztrák-magyar támadás évfordulóján megindul a szövetséges vagy antant haderő, ugye ahogy leírják a források, 20
szövetséges hadosztály 3600 ágyúval, vele szemben ott áll a monarchia 22 hadosztály és 3600 ágyú, vele szemben a monarchiának 20 hadosztály és 1300 ágyúja. A fölény az iszonyatos, hozzá ugye azt is tudjuk, hogy a légi fölény az pedig óriás, hiszen a monarchiának a légierője nulla, tehát kész vég a dolgnak, és hozzá kell venni ugye azt is, hogy a monarchia ezredei pedig azért elég sokan megtagadják a parancsot, lázadoznak, nem tudják, mi van otthon. Magyar ezredek követelik, hogy menjünk már haza, mert itt nekünk semmi keresni valónk nincsen. A többiek pedig ugye mennek úgy, hiszen ugye éppen Máriási László ír egy naplójába, vagy a naplójába, hogy hír, megfutott egy ezred, persze csehek. Tehát tudta mindenki, hogy hogyan állnak a monarchia egyes népének a katonái az egész háborúhoz. A lényeg, hogy október végére, november elejére ez a front összeomlik, és ez követi a vég napokat jelentő Diaz-féle fegyverszünet november 3-án délután Padovánál, tehát önképpen kész a dolog, ugye elintéződött, vagy megtörtént, a monarchia hadsereg összeomlik. Még akkor fogságba esik 360 ezer katon, ugye, mert a monarchia vezetése komolyan vesz, hogy a fegyverszünet megtörténik, csak ezt a bizonyos kiegészítést nem vették figyelembe, hogy a Antant úgy írta, hogy a fegyverszünet november 4-én délután 3-kor lép életbe. Tehát a magyar, vagy saját a monarchia hadsereg leteszi a fegyvert, vár, közben pedig az olaszok előre jönnek, és ugye elfoglalnak rengeteg hadizsákmányt, plusz 360 ezer ember fogságba kerül, és majd csak a többiek indulnak szép lassan az a felé. Okay. Közben pedig már tudjuk, hogy megtörténik a politikai változás is Magyarországon. A Károlyi kormány ekkor már hatalomba kerül, mert volt egy pici hezitálás, hogy aztán ki lesz a miniszterelnök, de aztán Károlyi átveszi a hatalmat. Az lenne a kérdésem akkor, hogy ez a pacifista, vagy általában ezt írják a Károlyi kormányról, hogy pacifista, sok más jelzőket is lehetne mondani, de mi maradjunk ennél a pacifizmusnál. Ez a pacifista kormányzatnak a politikája, katonapolitikája elég gyengének látszik ahhoz, hogy sikeresen tudja az ország megvédeni a határokat. Mondjuk már arra példákat, hogy kik azok, akik szembeszállnak. Ugye elsősorban itt most gondolok itt a román megszálló hadsereggel, akik majd 1918-ban, sőt, hát majd 18-19-ben nagyon aktívan részt vesznek Magyarországban, itt a tölteti Magyarország felszámolásában. Kapcsolódnék ahhoz, amit János mondott itt a október végi eseményekkel kapcsolatban. Október 22-én a Magyar Királyi 38. Honvéd hadosztály ezredei fellázadnak az olasz fronton, követelik, hogy szállítsák haza őket az ország határok védelmére. Ez a 38. hadosztály, ez Erdély gyalog hadosztály, 4 erdélyi ezred alkotta, akiket most nem sorolok föl. A hadosztály követelésének engedve a hadvezetőség jóval korábban, mint más alakulatokat, megkezdte a hazaszállításukat. Ezek az ezredek haza is érnek, beérkeznek az állomás helyükre, és leszerelik őket. Tehát az, amit a fronton követeltek, hogy vigyék haza őket a határok védelmére, az már Erdélyben nem nagyon számított. Ennek a katonapolitikának, amit a Károlyi rezsim, Linder Béla hadügyminiszter képviselt, ez lett az eredménye, hogy ezeket az ezredeket egyszerűen leszerelték. Hogy mi történik később, ahhoz el kell telnie még egy jó hónapnak. Mindenféle intézkedések vannak hadseregszervezés címén, azonban azt kell látni, hogy sokáig ragaszkodtak azokhoz az elképzelésekhez, ahogy normál állapotok között egy hadsereg szerveződik. Tehát behívom, besorozom, vagy bent tartom. Na ez különböző okok miatt, amelyek nagyon messzire vezetnének, nem nagyon működött.
Tehát ha már volt őszidolódzsás forradalom, amit annak neveznek, akkor itt forradalmi megoldások kellettek volna. De nem születtek forradalmi megoldások, kivéve Barta Albert hadügyminiszterségét, akik a riadózászlóhajak, a tiszizászlóhajak felállításával kísérletezett, de eredménytelenül mennie kellett a Pogány Józsefék a Budapesti Központi Katonatanács nyomására. Na most a másik dolog, hogy a belgrádi katonai konvencióban engedélyeztek Magyarország számára 6 gyalog meg 2 lovas hadosztály felállítását. Ebből az egyik hadosztály, a 38. hadosztály felállítása elkezdődött Erdélyben. Rettenetesen nehezen ment a hagyományos eszközökkel ezeknek a kereteknek a föltöltése. Ha föltöltés sikerült, akkor pedig a fegyelmezés volt nagyon-nagyon komoly feladat, és ütközött nagyon-nagyon komoly nehézségekbe. Viszont erre a hivatalos hadsereg szervezése ráépült egy ilyen önkéntes mozgalom, mondjuk így. Kolozsváron az idejüket töltő székely tartalékos tisztek javasolják, hogy menjenek be a Székelyföldre, toborozzanak. A 38. hadosztály parancsnoksága ekkor már Kratokvil Károllyal az élén, aki vagy később a Székely hadosztály parancsnoka lesz, ezt engedélyezi. Tehát elindul egy másfajta folyamat, elindul egy olyan hadseregszervezés, vagy a hadosztálynak egy olyan megszervezés, amely jó rész az önkéntességre épül, és arra alapoz. Egy dolgot még, hogy ugye 1919. január 20-áig nincsen Székely hadosztály, hanem 38. gyaloghadosztály van, és akkor kapja Festeti Sándor rendeletére a hadosztály, a Székely hadosztály elnevezést. Meg egy pillanatot írjunk már vissza, hogy azt ne felejtsük el, mert azért itt a ügyintézésnél nagyon fontos lehetett volna, csak nem történik meg, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege az összeomláskor idegen földön áll. Tehát a határainkon túl vannak. És a hazajövő alakulatok egy része pedig úgy jön haza, hogy hajlandó lenne tovább harcolni a határvédelemért. Na, én itt látom azért a Károly kormánynak a óriási bűnét, hogy ezzel a mindenkit leszerelünk és hazaengedünk, elkergetünk magyarán szólva, miközben ugye leírják a források, hogy 5-6 ezer román katona van Erdélyben, ezt simán ki lehet kergetni. Tehát tulajdonképpen itt a rosszabb a politika, tehát a forradalmi helyzetet nem követte semmiféle forradalmi dolog, az, hogy gyerekek semmi gond nincsen, 2-3 hadosztály fegyverben marad és felsorakozik a határokon. Ez nem történt meg. És innentől kezdve ez ugyanúgy, mint a többi, görgeti maga előtt, mint a hógolyót, és oda jut, ahova jut a végén, hogy nélkünk döntenek. Még egy picit visszatérve a Székely hadosztályhoz, ugye mondott, hogy 19-ben kapja meg végül is aztán a nevét, hogy mi lesz a sorsa ennek a hadosztálynak? Mi történik velük? Hát ugye gyakorlatilag ez a hadosztály képviseli a fegyveres ellenállást. Számunkra meg annak az átgondolásának a lehetőségét, hogy ez vezethetett volna valamilyen eredménye. Gyakorlatilag április 16-áig ők folyamatosan az aktuális demarkációs vonalon állnak, de kikülönített részei például az Ipoly völgyében is harcolnak a csehek ellen 19. januárjában. Tehát annyira nem volt haderő, hogy ebből a még igazából meg sem alakult hadosztályból kellett oda vezényelni zászlóaljat, hogy ugye próbálják valahogyan a cseheket megállítani. Április 16-án megindul a román támadás, ott áll a Székely hadosztály, ez a 9000 ember, már egy kicsit más szervezeti egységben, de erre szerintem most ne térjünk, és ott áll vele szembe 3 román hadosztály. Tehát óriási túlerőben azt a több mint 100 kilométeres frontszakaszt légvonalban, ez a 9000 ember, ez nem nagyon tudja megszállni, legfeljebb tábori őrsökkel, de folyamatosan megszállni lehetetlen. Ekkor már ott vannak a vörösök, Csucsánál az első puskalövésre megfutnak, Erdély kapuja nyitva, a székely alakulatokat a bekerítés veszélye fenyegette, vissza kellett vonulniuk,
És ugye az utolsó harcukat azt majd Máté Szalka térségében 19 húsvétján vívják meg a románokkal, majd pedig 25-én aláírják a fegyverletételi szerződést, és 26-án leteszik a fegyvert már, aki leteszi, hiszen egy részük, mivel a tisztikar, illetve a parancsnokság lehetővé tette ezt, hogy aki akar, az Rakamosz Tokajon át távozhat és csatlakozhat a Vörös Hadsereghez. Egy részük ezen az úton, más részük meg nem is tudott gyakorlatilag a fegyverletételi tárgyalásokról, mert valahonnan Belényes környékéről húzódott éppen vissza, mondjuk Szolnok, Nagyváradon keresztül Szolnok irányába, tehát nem is tudtak róla, vagy jellemző példa a Kisvárda környéki, hogy aki a Tisza bal partján volt, az letette a fegyvert, aki a Tisza jobb partján volt, tehát azok a részek, azok pedig nem tették. Na most ezek alkották aztán a Vörös Hadsereg második székely dandárát, ugyanis a vöröseknek nem sikerült szétszedni őket, tehát nem voltak hajlandóak arra, hogy elosszák őket más alakulatban. Na most miután a bolsevizmus bukni látszott Magyarországon, Miskolcon újra kitűzték a nemzeti zászlót a székelyek. Itt kell megjegyeznem, hogy eddig is az ország területi integritásáért harcoltak a Vörös Hadseregen belül is, és Erdélyét meg a Székelyföldét, és aztán Vácon, Komáromon, Esztergomon keresztül Velbőci Kálmán századosan átveszi a dandárparancsnokságot, mert a dandárparancsnoksága viszont fogságba esett, román fogságba, és Nyugat-Magyarországra vezeti ezt a dandárt, már nemzeti zászló, újra nemzeti színű zászló alatt, és hát a nemzeti hadsereg 2500-3000 emberrel gyarapodott. Gyarapodhatott volna, hogyha rövid időn belül nem lesznek konfliktusok. A konfliktus oka az, hogy ez a 2500-3000 ember továbbra is a románok ellen akart harcolni. És ekkor már ez nem ment. Tehát gyakorlatilag Verbőszit például internálják egy rövid időre, aztán a tisztikarje az fut a normál úton, igaz, hogy ezredesi rangig nem jutott el, bár talán szerintem addig el kellett volna jutnia. Szóval ez egy ilyen hosszú történet, aminek elég, az egész elég tragikus, és a vége is. Uh-huh. Igen, hát még annyit azért persze mondhatunk, hogy a többség az leteszi majd a fegyvert, a románoknak is internálják őket. Aztán onnan egy páran vissza is térnek Magyarországra, majd a nemzeti hadseregnek lesznek a tisztjei, Nyíregyházán is érintett ebből a szempontból a Vén Zoltán. Igen, ő egy legalábbis számomra egy karizmatikus személyisége ennek az időszaknak, de azt hiszem, aki megismeri az élete történetét, hogy lesz a bodolai kántortanító fiából, aki maga is református kántortanító, és aztán 16-ban ténylegesítik, hiszen a tisztikar az első világháborúban elfogy, jönnek a tartalékos tisztek, akiknek egy részét ténylegesítik, hogyan lesz ezredes, hogyan vezeti azt a zászlóaljat, ami épp az ipami mentén is küzdött, és sok mindent mást lehetne róla még mondani. Nyíregyházához azt köti, hogy majd 30 évig itt szolgált a városban. Tehát nagyon sok tisztje a székely hadosztálynak, a nyíregyházi gyalogezredben tűnik fel, ugye, ami kezdetben Máté Szalkai állomáshelyű, egy rövid ideig, ugye Szatmár Németiből, a 12. gyalogezred, nagyon sokan tűnnek föl a székely hadosztály tisztikarából. Hát ő egy nagyon markáns, jellegzetes személyiség, akinek ráadásul az élete meg is van egy kicsit kutatva, mert lehet, hogy a többiek is olyanok, de hát valamiért ő egyébként él az unokája az Amerikai Egyesült Államokban egy hölgy. Nem volt olyan gyalogezred ünnepség Nyíregyházán, ahol Kratokville ne jelent volna meg. Külön vonattal hozták, hogy a vonathoz kapcsolt külön vagomba, tehát óriási tekintélye volt itt a székelyhadosztálynak és a székelyhadosztály parancsnokának. Igen, hát úgy tudom, itt is jön létre az Egyesület, a székelyhadosztályhoz kötődötten is ők ezt ápolják. Egy picit arról, hogy 19 őszén úgy az Antant nyomására konszolidálódik a politikai helyzet, feláll az új kormányzat, Horthy bevonul Budapestre, megkezdődik a románok kiszorítása, kivonulása Magyarországról, és hát úgy tűnik, hogy akkor Magyarország is részt vett most már a békeszerződés rendezésében, aláírásában.
Azért érdekes ez a dolog, mert napjainkban egy új forrás jelent meg, ha lehet ezt mondani, a források piacán. Egy Benda Jenő névre hallgató újságíró, akiről én sem tudtam nagyon sokáig, hogy is kerül ide a képbe. Ő eredetileg huszti származású, de aztán így, ahogy olvasgattam a Pesti Hírlapnak az információit, ők beregszásziak lehetnek majd, az édesap és a család ott fog élni. Ő bekerül a békedelegációba. Ja, amúgy a Pesti Hírlapnak az újságírója bekerül a delegációba, és mivel a delegációnak a tárgyalásai azok zártak, tehát nem sajtónyilvánosak, hanem zártak, ezért az ő írása, amiben majd leírja az egész folyamatot, az nekünk különösen érdekes forrás lesz, hiszen belülről láthatja az egészet. Erről hadd kérdezzek már egy picit, hogy Aponyi személye. Mert hogy mégiscsak a delegáció vezetője, ő a legfontosabb figurája, kiemelt alakja ennek az időszaknak, hogy 1920. január 5-én indul el a delegáció, 7-én érkeznek meg, és ekkortól kezdődően Aponyi kerül a fókuszába az egész dolognak róla. Mint egy igazi magyar arisztokratáról, mi a véleménye? Érdekes személyiség, ez kétségtelen, hiszen ugye őt nem azt mondom, hogy megosztó, de egy nagyon sokféle módon kezelték ott a béke delegáció során, hiszen egy ízig-vélig magyar úr. Diplomáciai felvételezettsége kiváló, minden hájjal megkent úriember. 74 éves, tehát már nem egy pályakezdő. És ugye mindenki tudta róla, hogy ő az integer, a régi Magyarországnak a képviselője. Na most ilyen embert oda küldeni, azért az sokan azt mondták, hogy talán nem kéne, hiszen ő nem fogja tudni ezt az új világot képviselni, nem is akart egyébként. Meg aztán sokan szemére vetették, hogy azt a bizonyos 1907-es Lex Aponyit, amikor ugye azt mondja, hogy minden gyereknek a monarchiában a 14 éves korára érthetően szépen magyarul ki kell tudni fejezni a gondolatait. Nem lett olyan iskola, ami szembe menne ezzel a magyar politikai felfogással. Na most ez az ember megy ki Versailles-ba tárgyalni, de mások meg azt mondják, hogy pontosan ez az ember kell, mert ez tudja, hogy mit akar elérni Magyarországon, és tudja, hogy meddig mehet el. És valóban úgy látszik, hogy Aponyi elmegy, ameddig a falig elmegy, hiszen ugye nyilván, hogy amikor megkapják 15-én a Lukász, ugye másnap már válaszolni kell, ez mai napig is minden idegen forrás feljegyzi, hogy gyönyörű, szép a diplomácia nyelvén, ugye franciául adja elő azt a bizonyos védőbeszédet, amelyet fejezetenként összefoglal angolul, a végén pedig még olaszul is, mindenki ledöbben, és elmondja, hogy nem fogadhatjuk, és elmondja azt is, hogy miért nem fogadhatjuk el, mert ugye az úgy néz ki, hogyha ezt mi elfogadnánk, hogy ezt a kérdést, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el, hogy öngyilkosok legyünk-e, mielőtt kivégeznek minket. Tehát ez nonsense, és ő el is mondja, hogy hogyan áll Magyarország ehhez a kérdéshez, beszél a kultúrfölényről, hogy mégsem biztos, hogy még nem érett államra, nem érett nemzetiségeknek, vagy nemzeteknek kéne átadni a területeket és a lakosságot. Elmondja azt, hogy hát mégsem a nép mégsem olyan, és Wilson elnökre hivatkozik, de akkor már tudjuk, hogy ugye Wilsont már igazán senki nem veszi komolyan, de mégis akkor azt mondja, hogy ez a nép nem egy marhacsord, amit átterülünk a másik oldalra. Tehát mindent elmond, hozza a érveket, hozza az úgynevezett vörös térképet, amit ugye mindenkit, amit Teleki ugye a spanyolnát hétén ágyhoz kötve rajzol meg, amelyen jól látszik a dolog, és van benne annyi fineszesség, hogy amikor bemutatja a térképet, és ugye Lloyd George azt mondja, hogy hát nem igazán látom ezt a dolgot, akkor azt mondja, Aponyi, hogy nem hallom jól, és odahúzza a székét Lloyd George-hoz, és oda-vissza a térképet. Erre oda mennek az olaszok is megnézni, hogy hát gyerekek, itt baj van, hát itt ez a határ másik oldalán is magyarok vannak, és nagy tömegben. És úgy elindul egyfajta belső dolog a delegátusokban, hogy nem kéne ezt még egyszer meggondolni.
Tehát azért ő ezt végigcsinálja, és akkor úgy látja, hogy a dolognak nincs értelme, hogy februárban hazajön, hát kész. Persze, hát tudjuk nagyon jó, hogy ekkor már megvan a német szerződés, minden megvan, már igen. Csak a török is, a magyar igen. Hiányzik. Hát valószínűleg maga Apony is tudta már, hogy kevés arra az esély, hogy ezen változtatni fognak, bár ahogy az ember olvassa a korszaknak a sajtóját, a jelentéseket, akkor azért az látható, hogy kifelé. Ő még azt kommunikálja, hogy mindenképpen szeretnének eredményeket elérni, hát a vörös térkép is ez lett volna a cél, hogy egy ilyen megrettentő erővel mutassák meg azt, hogy ezért ez nem nemzeti, nem önrendelkezés alapján történik a békeszerződés, hanem diktátum, ezért nyugodtan mondhatjuk akár, hogy trianoni békediktátum, hívhatjuk így is. Egy picit még arról, hogy ez egy abszurd helyzet lesz, mert ugye van egy legitimistánk, van egy katolikusunk, van egy arisztokratánk. Tehát ez egy ilyen tipikus Habsburg környezet, birodalmi helyzet, minden, amit ő képvisel az értékeiben, és mégis óriási lesz a kultusza a két háború között. Úgy tudom, hogy Horthyhoz képest másnak nem is volt ekkora politikai szerepe, vagy inkább mondjuk így kultusza, a politikai szerepe nem volt, hiszen legitimistaképpen nem lehetett a politika meghatározó alakja, de hatalmas a kultusza. Szerintem éppen ezért. Hogy ő az, aki ebben a több mint egy órás, majd két órás beszédében elmondja mindazokat az érveket, amelyek észérvek, amelyek mindenki számára emészthetőek, hiszen azért a két világháború közötti irredent a mozgalom, az tulajdonképpen erre alapul, hogy hát itt egy olyan népet tesznek tönkre, amelyik ezer éve itt van, amelyik államalkotó, egy olyan országot tesznek tönkre, amelyiknek tulajdonképpen olyan természetes, hogy Európában nincs olyan ország, amelyiket hegyek öveznek, amelyiknek folyói befelé futnak, amely egy természetes életközösség, amely mindennel rendelkezik, termőföldtől kezdve, ásványanyagokig, iparra, mindennel. Uh-huh. Tehát, hogy ez nincs joga senkinek szétverni. Most ez a beszéd lesz a közbeszéd alapja. Hát igen, ez a Szent Istváni állam eszme, ami majd aztán teret nyer a két háború között, az igen. Valójában ugye ez egy patrióta szemlélet, de azért ezt mindenképpen érdemes tisztáznunk, hogy ez a nemzetállamok kialakulásáról szól ez az időszak, tehát a birodalmok felbontásáról, és a racionalizmusnak, bár nagyon kívül morális, mert nem csak racionális, hanem nagyon morális a Aponyi felfogása, hiszen gondoljunk belőle, szembe áll Horthyval is, szembe áll Tisza Istvánnal is, tehát ugye azért igen komolyan más alapokon fog majd gondolkodni. Szóval, hogy a nemzetállamok azok pedig emóciók. Érzelmek, érzelmi kötődések elsősorban, és így akkor nehéz a rációt és az emóciót így kiegyensúlyozni. Ezért gondolom én azt, hogy ő tudta nagyon jól, hogy ami történik, az megtörténik. De egy utolsó bizonyítékát adjunk annak, hogy a történeti Magyarország érdemes lett volna arra, hogy fennmaradjon, érdemes lett volna arra, hogy képviselje ezt a térséget a 20. században. Igen, csak hát a francia ellenállás úgy tetszik ezzel szemben, mert mondom, az angol, az olasz már próbál, tehát ott már a felfogásban lett volna, ha nem is a teljes felvizsgálatra a békének, mert az már nem megy, de esetleg egyfajta kis korrekciókat, de a francia, hogy ezt már eltöntöttük, nem kell bolygatni, így maradt. Uh-huh. Jó, hát zászóként annyit tudok mondani, hogy Barnahus? Hát annyi, hogy ekkorra ugye az is eldőlt, hogy itt Közép-Európában egy másfajta egyensúlyt, egy másfajta hatalmi struktúrát akarnak létrehozni, ugye azt hiszem Benes az, aki megálmodja a kisantantot. Tehát ekkora sajnos ez eldőlt, és ez a történelmi Magyarország végét jelentette. Őszintén szólva, hogy emocionálisan közelítve a problémához, engem az osztrák-magyar monarchia szétesése az nem nagyon zaklat föl. Inkább a magyar királyság ilyentén való kimúlása az, ami esetleg érzékenyen érint, ha ez számít. Aponyiról még egy adalék, hogy valahol olvastam, és talán egy ilyen műsorban nem szabadna olyasmire hivatkozni, mert pontosan nem emlékszik az ember, hogy kitől olvasta, hogy 19 után nemzetgyűlésbe, parlamentbe nevezzék akárhogy, képviselőházba, két ember volt, akinek a beszédei alatt mindig síri csend volt. Az egyik Aponyi, a másik Kétli Anna, azért, mert ő meg hölgy volt.
Na, köszönöm szépen. Talán az lenne a legjobb zászlónak, és akkor megint Aponyi, hogy amikor a delegáció visszaérkezik már másodszor, mert ugye Magyarországra, akkor majd májusában a nemzetgyűlés előtt Aponyi felszólal, hát zárja ezt az egész folyamatot, le is mondom ugye a delegáció vezetéséről, és egy, hát persze tudjuk, hogy nagyszónok is egy összerakott beszédében végülis elmondja ugyanezeket az érveket, amit mi is mondtunk, hogy az emóció, a racionalizmus és a moralitás hogyan ütközik össze ebben a kérdésben, akkor felteszi a kérdést, hogy mivel lehetne zárni ezt az egész folyamatot, vagy egyáltalán mire hivatkozhatnánk, és akkor ő Széchenyit fogja majd mondani, és mi is azt tudjuk mondani, hogy talán ez a legjobb zárszó, és egy picit kiegészítjük majd Széchenyi mondását, mely szerint ugye Magyarország nem volt, hanem Magyarország lesz, és ez mindnyájunk felelőssége. Köszönöm szépen a beszélgetést.